Tavasszal avatták fel a Csepregi Unirib Kft. Új csarnokát, a családi vállalkozás 1991-ben indult, most már 110-en dolgoznak a gyárban. A kistérség egyik nagy foglalkoztatójának számítanak. 10 hátrányos helyzetű, korábban munkanélküli embert foglalkoztatnak a Kőszegi és a Felsőrépcementi kistérség foglalkoztatási paktuma uniós pályázatának keretében. Projekt kiírása szerint 6 plusz 6 hónap volt a vállalás. Értelemszerű, hogy a projekt célja az, hogy véglegesen foglalkoztatjuk, vagy hát minél hosszabb ideig foglalkoztassuk ezt a létszámot. Kőszeg városa 2012-ben nyújtotta be a helyi gazdaság és közszolgáltatás fejlesztését, hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával megvalósító pályázatát. Ebben a projektben szám szerint 30 munkanélküli jutott munkához. Hátrányos helyzetűnek számít ugye nagyon sok mindenki, hogyha gyesről visszatérő anyukák, akkor 50 év felettiek, 25 év alatti pályakezdők, és még sorolhatnám. A 70 millió forint összköltségű programban Kőszeg és Bükk önkormányzata, valamint 2 csepregi és 2 kőszegi vállalkozás 30 munkanélkülit foglalkoztat. Ennek a pályának volt egy olyan vonala vagy pillére, amelynek a célja az volt, hogy a térségnek a vállalkozókkal való együttműködési készségét fejlessze, illetve a program során feltárja, hogy mi szükséges ahhoz, hogy befektetési szempontból, vállalkozás, gazdaságfejlesztés szempontjából jobban működjön a térség. Hogy mi az, amit kínálni tudunk befektetőknek, vállalkozóknak, beruházóknak, miért érdemes itt a térségben működni? A két kistérség befektetési lehetőségeit már korábban feltérképezték, ezekről kiadvány is készült. Most konferencián tekintették át az eddigi eredményeket, a jövőre szóló javaslatokat. A résztvevők megismerhették a Kraft kreatív város koncepciót is.